Kérem szépen a szélsőket szélre, jó? Egybeállót kérek szépen beálló pozícióra, a másik penyem legyen szélsőbe védőnek, és még egy védőt kérek szépen. Van két védő, van egy beálló. Mindig befutás lesz szélről labdával. Kérek szépen, nem kell irányítani, két átvevő pozícióba kérek. Megmutatjuk lassan. A beálló mindig ellenkező oldalon van, onnan indul, külső oldaláról. Passzold be a labdát átlövőnek, jó, pusál be egy irányba, jó. Jobb átlövő kanyarodjon ide rá, így van, helyet cseréltek. Jobb átlövő jöjjön, gyere ide középen. Két védő közé megtámadod. Három a kettően vagy lőtt, vagy valamelyiknek bejátszod, jó? Tehát ez a döntési képességet. So the first is to improve the making decision. Jobban, jó? Jobb szél. Nem kell nagyon gyorsan, várjál. Úgy van, nagyszerű. Figyelj, átlövők. Nem kell nagyon gyorsan, adjunk helyet annak. Tehát amikor megkapom az ellenkező oldalról a labdát, meg van a befutás, lehet, hogy egyszer le kell ütnöm, várnom kell, megfogja a két pozíciót, két beálló, ide megyek, lövök, oda játszok. Jó? Mehet. Azaz. Nagyon jó. Figyelj, menj egy picit távolabb. Távol, figyelj a bejátszása. Oké, jó volt a átlövőtől. Mehet. Következő. Úgy van, azaz. Nagyszerű. Úgy van. Nem baj, jó volt az. Úgy van, nagyszerű. Jó. Ez az, úgy van. Úgy menjön, ahogy lősz. Abban nem tudsz lőni, ott van. Úgy van, kitűnő. Csináljuk meg lépésbe, jó? Bal szélről befutás, oda légy szíves, ugyanúgy, úgy van, csak lassan. Gyere. Megkapod a labdát. Úgy van, és itt van egy 4-3 elleni játék. Tessék rákanyarodni, mindig jövök a két védő közé, innen lőhetek, bepasszolhatok, adok neki, visszajön a helyére, ő is megtámadja. Úgy van. Úgy van, játsszál, úgy van, nagyon jó. Játsszál türelemmel. Még játsszál nyugodtan. Úgy van, húzd, azaz. Úgy van, nyugi. Úgy van, megvan az a helyzet, megvárod. Nem baj, játsszál, türelemmel. Na most ebben a helyzetben, amikor emberelőnyben vagyunk, akkor megéri, hogy a két beálló játékos, a kettes védő külső, hát kettes védő, ez a védőnek a külső oldal legyen, hogy megkapom, illetve neki nagyobb helyen. Mert hogyha oda viszel a védődet, akkor nagyon szorosan vagytok, akkor az emberelőny kiegyenlítődik. Úgy van, ennyi, látod, ennyi az egész. Nagyon jó. 5-4 ellen, szélső befutás után. Hopp. Azaz. Úgy van, erre gondoltam én is. Na. Ez kézilabdázó mozdulat volt. Nem fog befutni a harmadik beállnak, csak odaadom, te mész labdával középre, helyezkedik oda, jó? Tehát kereszt labdával, labda nélkül. Oké. Okay. De jó, úgy van. Szép volt a bejátszás, az ez. Oké. Okay. Nagyszerű.
Szép volt, jó volt a passz. Jó, várj egy pillanatra. So, as you see, it is the 2 against 3, 3 against 2, 4 against 3, 5 against 4 and so. And you can change so that first in numerical superiority and afterwards it's the same numbers. So 3 against 3, 3 against 4, afterwards 3 against 4 against 4 and so on. Now the last time, or the, now we will try to do it 5 defenders against 6 attackers. Kérek szépen, majd lehet cserélni megint. Kérek szépen még egy védővel többet, és úgy fogjuk játszani 6 az 5 ellen, jó? Tehát van két szélső, egy beálló, három átlövő. Úgy van. Gyere, jobb szélső befutás, gyere. Próbálj meg védekezni, próbálj meg az életét nehezé tenni. Úgy van, na, gyere, jó? Figyelj. Úgy van, passzod egyik oldalra. Gyere, gyere, üres keret, gyere, hopp, odaérkezel, hopp, úgy van. És játszál, nagyszerű. Nagyszerű, úgy van. Jó lövés, szép lövés. Azaz. Ne adj magad védő. De nem hagyhatjuk ugye, hogy kidobjuk a labdát. Haj, de jó! Úgy van. Szép volt a védekezés. Passz bal átlövőnek, igen. Bal átlövőre rátör, rátör. Passzol középre. Középső rátör, oda vonza azt az embert. Jó? Úgy ezt megköteszem, ide visszajátszok, kérem szépen. Ide, ide jön a lövő, megpróbálja kicsalni ezt az embert. Magas, erős beállónak bejátszani, vagy bal szélre. Jó? Tehát itt próbálj meg egy ember előnyös helyzetet. Jó? Közd meg azt. Úgy van, hopp! Jó. Következő. Ez se kell gyorsan. Na most jó a megoldás, szeretném, hogyha balátornak visszajátszanád, jó? Az. Lányok, itt a balátornak megint az, hogy nem kell nagyon gyorsan, kérem szépen a labdát. Visszajön a labda, ide megyek, és figyelem a reakciót a védőtől. Hogyha visszalép, akkor már lövök, nem lép vissza, akkor abban a pillanatban be tudom játszani. Úgy van, nagyszerű. Szuper, jó, így gondoltam. Úgy van. Tündéren nagyon jó csinálsz, olyan gyors is vagy. Egyet próbálj meg megjegyezni, és a későbbiekben, hogy mindig egy fél lépés, nem kell ellépni. Ezzel gyere, légy szíves, itt a védő. Ezzel nem engedem ki a védőt, tehát nem jövök ki, hogy tudjon követni, csak ennyit, egy fél lépést előre. Így nem tudja elérni. Ha itt vagy rajta, akkor belőtt a labdába, ebbe csak teljed lehet, és senki nem tud megfogni. Jó? Azaz, kitűnő. Ügyes volt, jó van, azaz. So, it is the basic for the Barca. Now we will try to score 6 against 6. And I will show you how is the next step. So, 6 players. Ugyanoda menjél, légy szíves, jó? Oké. Okay. Szélső befutásra fogjuk csinálni. Passzold a labdát. Jó. Tehát ide a belső oldalára, nem tudja elő, nem tudja bejátszani, adja tovább az irányítónak, és ide jön zárni oldalt, irányító, tessék ide jönni labdával, és itt van egy 3-2 elleni
előny, jó? És arra kérem a védőket, hogy legyen egy picit tetessék magukat hülyének, jó? Nem kell így állni, csak engedj csak, hogy meg akarom mutatni a többieknek, hogy mi az egésznek a logikája. Oké? Oké? Tőj rá, vissza. Majd amikor jön a labda, úgy van, oda, az. Nagyszerű. Nagyszerű. Még egy picike dolog, ezért nagyon sok minden múlik a icipici kis dolgokon, hogy itt egy picit várjunk meg, amikor visszajön a labda, kérek szépen egy labdát. Mondjuk te befutottál oda, igen, középre jön vissza a labda. Várjak egy kis először, hogy ő el tudja ezt a pozíciót érni, nem baromi gyorsan, másodszor pedig hagyok nekik időt reagálni. Hagyok a beállónak, hogy fel tudja jönni lépni oldalról. Lehet, hogy kétszer-háromszor le kell ütnem a labdát, és mindig ide indulok, kettes-hármas védő közé. Ha ő kilép, ott a bejátszás, ha nem, ha ő fog ide lépni, abban a pillanatban ott van, azon az oldalon az ember előtt. Jó, ezt próbáljuk kihasználni. Nem szoktátok játszani? Kálmán bár csinál? Ennek valamilyen variációja. Nyugodtan, úgy, oda zárni, úgy van. Jó, nem baj, még egyszer. Próbáld meg oldalról zárni, jó? Itt a védő, gyere. Tehát neked ezt kell megfogni, a védő ne tudjon erre felé jönni. Akkor már csak egy kis lépés, semmi nem tudta. Ez már csak tiéd a labda. Oké. Azaz. Nagyszerű. A labdátvétel meg pazar volt egy kézzel, azaz. Szuper. Mert ez tanulmányi anyag lesz. Aj, de szép volt. Híresek lesztek Albániától, mit tudom, és Svédországig benneteket fognak tanulmányozni, hogy milyen jók a magyarok. Jó, akartok innen egy kortyot, lányok? Nem. Jó, akkor cseréljük megint csapatot, tehát aki védő volt, menjen támadónak és fordítva. The next one is also at the free shot, so the second position. This is also I learned from the Spanish women national team first at the transition from the wing position at the free shot. Jó, gyere, fuss. Várjál, jó. Mikor oda passzolja, utána mehetsz be a kör a 9-esen belül, elhelyezkedsz. Másik beálló pozícióba, te visszalépsz, és tessék megpróbálni gólt lenni, jó? Tessék? Nem, mindegy, mehetsz a kettes-hármas közé, tök mindegy. A lényeg az lenne, hogy ezt a szélső védőt állva hagyjuk. Mert amikor ő elindul, biztos, hogy nem fogja követni. Jó? Tehát megpróbálunk egy ember előnyt azon a részen kialakítani. Oké? Úgy van. És megy, lőjjön, ha nem jönnek oda. Úgy van, játsza. Úgy van, nagyon jó, játsza. Gyere egy picit. Figyelj, tündérem. Ha van egy befutásod onnan, akkor ahhoz, hogy ne tudjanak olyan beszűkülni, ki kell de jön az oldalvonal mellé. Jó? És inkább itt támad, nem kell szélre menni, de itt támad meg, hogy ne szűküljenek be nagyon. Jó? Picit zavart okozunk, kicsit zavarjuk össze őket. Jó, mehet? Jó? Úgy? Jó, mehet a csere, úgy van? Úgy van, de jó lövés volt. Meg a beálló is ott volt szabadon. De jó lövés volt. Nem baj, játsza. Helycsere, két beálló! Nagyon okos, úgy van. Hidd el nekem, a Kálmán bácsi is biztos tanítja, a legegyszerűbb figurákkal. Egyszerű mozgásokkal. Látod, most csak annyi volt, hogy volt egy helycsere, volt egy szélső befutás, mert akkor nem mindenki tudja az emberét követni, mert az a legegyszerűbb a védőnek, hogyha így szembeállok az emberemmel, igaz? Akkor tudom, hogy jó az enyém, de ha már csinálnak egy helycserét, vagy egy befutás, és főleg labda nélkül, és utána még megfűszerezik egy beálló helycserével, biztos, hogy szabad lesz valamelyik, és csak ezt meg kell találni. Jó, mehet. Előtte úgy van, lép hátra, de előtte úgy van. Lép hátra, úgy van.
Csere mehet, csere, 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 beállok! Nagyon jó volt, figyelj csak, tündérkém, picit többet mozog, mert ennyit csinálta, hogy két lépést arra jött. Tessék, tessék oda elmenni, egyes-kettes közé, jó? Ez a, nem tudnak, nem tudja mit, ez a lényege, hogy bizonytalan legyen, most visszalépjek, ne lépjek ki, kilépjek, ki van üresen, csak akkor azt kell megtalálni. Úgy van. Helycsere, helycsere, hopp! Úgy, egy lövés! Szuper, nagyon jó. The next will be transition, and afterwards to turn back to the same position. So transition from one position, so wing position, afterwards turn back, and the same time the other wing player will make a transition also. So as you know, if we can make some trouble behind the defense, then the defender, they don't know what they have to do. They have to stay, they have to go with the pivot, they have to go outside. So they make some mistake. Just, of course, to speak is easy, but to find this mistake. So shooting, passing, pass on, pass the pivot, we will see. Megértettétek? Jó, akkor csináljuk. Na, a következő van, figyelj! Beáll, elhelyezkedik ide középre. Van egy befutás labdával egyik oldalról, jó? Gyere, úgy van, ide középre. Elérkezik, ide középig, ott nagyon jó, ott jó, ott egyel arrébb, jól csináltad. Adod a labdát oda, igen. Amikor a labda ott van, te már nézz is vissza a helyedre, lesz szélre a labda, nem, amikor szélen van a labda, akkor igen, menj vissza a helyedre, menj vissza, és te fogsz befutni, jó? Ugyanúgy, úgy be, tehát mindig van benne két beállós, és te majd te is visszafutsz a helyedre, jó? Igen. Tehát a két-hármas között a beálló, és az ellenkező kettes-hármas közé fut az ellenkező szélső, jó? Nézzük meg, mi lesz ebből. Én is kíváncsi leszek. Jó, mehetsz vissza, úgy van. Ahogy van, és ott a lövés! Aj, de jó lett volna, az is. Mit kell csinálni? Egy fél lépés, hopp, két kéz. Nem lehet megtanulni 5 perc alatt, de majd gyakorlod. Jó, mehet. Oké. És jó, az menj kapu felé, jó, az játszál. Csere, két beálló, csere! Nagyon jó. Hú, te is nagyon szépen megfogtad egy kézzel. Ha eszetekbe jut még egy cserét, jó? Amikor megvan a befutás, kifutás, akkor egy cserét, jó? És a csere! Nagyszerű, úgy van. Csere! Na, még egy utolsót, jó? Jó, mindjárt. Cseréljetek addig, jó? Támadás védekezésbe. So the next is also Spanish school, so I watched and learned from the Spanish women national team. I like handball. I like men handball. I like women handball. This for me is doesn't difference which one. They played almost every time in numerical inferiority in attack, but we will try to make it 6-6. It's the following: the left wing cross the right wing or opposite. And they will cross the backcourt player, the backcourt player the other side, and the center come parallel and try to make a score. And the Spanish national, women national team some years ago was very successful with this action, and especially, as I mentioned, by numerical inferiority. Leánykáim,
kérem szépen beállítod a középre, egészen lassan mutassuk meg. Jobb szélen van a labda, bepassz jobb átlövő, gyere 9-esen. 9-esen gyere, megkapod a labdát, kapod a labdát. Kereszt bal szélre, kereszt bal szélre. Gyere, ne, kereszt, add neki vissza. Kereszt, úgy van, add neki vissza, úgy van. Te kereszteted a jobb átlövőt. Jobb átlövő, hol a jobb átlövő? Bocsánat, kereszted a jobb átlövőt. Jobb átlövő vissza egyből bal átlövőnek. Bal átlövő kereszt. És te jössz ide párhuzamosan. És a jobb szélső, akik felfutott, az megy oda vissza. És megpróbálunk itt egy helyzetet kialakítani. Világos? Csináljuk meg lassan, megint? Szél, kereszt. Második szélső kereszt. Átlövőnek, átlövő, másik átlövőnek és párhuzamosan. Jó, csak közben menjen vissza. Vagy a beállóda le tud válni. Úgy van. Jó, és mehetsz vissza, úgy van, és oda hopp, és hopp, 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 nagyon jó. Szuper, és! Hol van az én drága jobb szélsőm? Hun volt a jobb szélső? Tessék visszamenni oda, jó? Amikor, figyelj, amikor a jobb átlövő viszi a bal átlövőnek a keresztet, akkor neked tessék oda visszamenni, mert azt a védőt meg kell kötni, te jössz, hogy jó, jössz párhuzamosan, és itt meg lesz a helyzet beállónak, illetve neked. Jó? Próbáljuk meg megnézni. Hát ilyet. Úgy van. Nagyon jó, nagyon jó. Úgy van, oda, hopp! Szuper, úgy van. Próbáljuk meg a másik oldalról is, jó? Ne csak egy oldal. Védők! Jó reggelt! Jönnek, veszélyesek, lőrik, hát csak a helyzetnek megfelelően védekezni. Hát figyelj, a kézilabda nagyon egyszerű játék, csak be kell lőni. Ennyi. Jó volt, szép volt. Jó, még egyszer utoljára. Szuper, nagyon jó. Úgy van. Jó, lassan a végére jönünk, még azért csinálunk egy valami, cseréljünk megint vissza, jó? Támadás védekezésbe. Következő lesz, hogy csinálunk egy irányító szélső keresztet, jó? Irányító, kérem szépen labdát. Irányító szélső kereszt, úgy van. Elindul a bal átlövő, jó? De te, ne, gyere labdával, jó? Felmutatod neki a labdát. Nem, bocsánat, ti csináltok egy keresztet, ide üres keresztet, jó? Felmutatod neki a labdát, köszönöm, így, és passzol és össze a labdád után, és kapod. Jó? Inkább itt legyél, jó? Itt próbáld meg ezt a védőt. Így van. De meg kell, figyelj, meg kell vele állni. A védőnek el kell hinni, oda kell mutatni, hogy ha neki passzolok, megállok, passzolok, és megyek a labda után. Jó? Állj meg vele, hopp! Úgy van, és vissza, azaz. Csak tessék... Figyelj csak, tessék megállni vele. Te megálltál vele, utána passzoltál, és utána futottál. Nem, és megállok, higgy el. Megmutatom neki, hogy ahó, oda passzolok, és abba belerobban. Jó? Jó, gyerünk, utcsom, csináljunk egy jót, vagy csináljunk kettő jót. Jó, tovább mész, úgy van. És most hopp, és. Úgy van. Adhatod szélre is, hogyha úgy gondolod. Még egy utcsot, jó? Menjél még, menjél. Úgy van, hopp! Sorakozz itt fel. Hagyj tapsoljanak meg benneteket.